A legjobb kínai asztali teniszezők egy csoportja a prágai világbajnokság után ellátogatott Budapestre, hogy bemutassa tudását és megmérkőzzön a magyar válogatott csapattal. Vendégeink, akik közül néhányan már jártak nálunk, jól érezték magukat Budapesten. Kétnapos versenyt nagy érdeklődés előzte meg. Az asztali tenisz hívei kíváncsian várták, mit tudnak a világ legjobbjai. Az első nap négy asztalon folyt a játék. 4-4-es férfi és 4-3-as női csoportba osztották a versenyzőket. A csoportokon belül mindenki mindenkivel játszott az elsőségért. Hu Taopen és Yu Changchun egymással játszanak, persze tolszárfogással. Mindketten bátran támadnak, tenyeres ütéseikkel egymás vonák oldalára, ez a sebezhető pontjuk, próbálják ütni a labdát. Hu Taopennek jobban sikerül, és meg is nyeri a mérkőzést. Vignitsky igyekszik kivédeni Yang Yui Hua ütéseit, de sajnos kevés sikerrel. A kínai fiú nagy biztonsággal üti a tenyeres, egy pillanatra sem engedi szóhoz jutni ellenfelét. Vignitsky távolról véd, és így nem tudja kontraütésekkel megzavarni Yang Yui Hua folyamatos és biztos játékát. Ennél az asztalnál Földiné Kócián Éva küzd Liang Lichen ellen. Földiné lassú, s emiatt állandó védekezésre kényszerül, nyesései nem elég laposak és helyezett. Kung ellen játszik. Egyetlen a kínaiak közül, aki nem tolszárfogással játszik, inkább védekezik. Láthatjuk tehát, hogy közöttük mindenféle ütőfogással és technikával rendelkező játékos megtalálható. Bercik ki is használja a lehetőséget. Egyre bátrabban támad, főleg kemény tenyeres ütéseivel éri el pontjait. Zhou Lanshun faházi ellen vívja az est legszebb mérkőzését. Faházi bravúrosan védi ellenfele nagy erejű leütései, és 18-13-as állásról ki is egyenlít, amit nagy gyorsaságának is köszönhet. A másik asztalon a legfiatalabb magyar versenyző Pór Éva játszik Lin Huei Chin ellen, de nem boldogul a jól támadó kínai lánnyal szemben, mivel ő is elsősorban támadó játékos. A kínai lány sokkal gyorsabb, megelőzi őt az ütésben. De nézzünk vissza Faháziékhoz, ahol most 21-21-re, majd 22-22-re alakul a játszma. Faházi sajnos nem tud vonák oldalról támadni, csak tenyeresről. Hogy ehhez hozzájusson, ki kell ugrania. A végén mégis Zhou Lanshun szerzi meg a győzelmet.
második napon a csoport győztesek mérkőznek egymással. Felvonulnak a résztvevők. Zászlót cserélnek az edzők, és mi ismét megcsodálhatjuk a kínaiak gyors támadó szellemű dinamikus játékát. Berciket látjuk Chou Lan Shun ellen, ő verte meg Faházit is. A kínai versenyző kemény, nagy erejű ütései miatt Bercik mindjobban kiszorul az asztaltól, és ellenfele biztos győzelmet arat. Heirich Liang Lichen ellen készül. Tegnap Földinét verte meg a kínai lány, ma Heirich ellen akar győzni. A magyar versenyző jelenleg Európa egyik legjobb védőjátékosa, és mindent megtesz a győzelemért. Éles, lapos nyesésekkel igyekszik kizökkenteni ellenfelét, ez azonban nem sikerül. Mintha azt mondaná, ennél többet nem tudok. Yu Chang-chu adogat Faházi ellen. A magyar versenyző magas labdáit könnyen üti meg a kínai fiú. Földiné Hi Chiang-ho ellen az est egyik legizgalmasabb mérkőzését vívja. Itt még bátran játszik, sokat üt közben. Földiné meg is nyerte a második játszmát. Játszmaállás 1-1. A döntőszedben most 10-5 a kínai lány javára. Ezek után 16-14-re ismét Földinének sikerül vezetnie. Végül azonban hibázik 20-20. Ti Chiang-hu jobban koncentrál, biztosabban játszik, így sajnos itt sem sikerült győznünk. Bemutatónak is beillik ez a mérkőzés, melyet Li Fu-jung, a prágai világbajnokság második helyezettje, Chou Yang-sunnal játszik. Szebbnél szebb ütésváltásokat látunk. Megfigyelhető, hogy a kínaiak mennyire gyorsak, ütéseik milyen rövidek. Egészen kis mozdulattal az asztal fölött nagy erővel ütik meg a labdát. Ez az, amiben még a japánokat is felülmúlják. Kedves emlékekkel és sok élménnyel gazdagodva távoznak kínai barátaink, mi pedig sok értékes tapasztalatot szerezhettünk játékukból. Viszontlátásra!